Szép jó estét kívánok, köszöntöm az ünnepi beszélgetések nézőit. Nos, beszélgetésünk sorában ma Révész Lajos baptista lelkész a vendégem. Tisztelettel köszöntöm. Köszönöm. Egy fél évszázados gondolatsorra nyissunk. Az embernek olyan módszerrel kell felülemelkednie minden emberi konfliktuson, amely elutasítja a bosszút, az agressziót és a megtorlást. Ennek a módszernek az alapja a szeretet. Igen. Azt hiszem, hogy így adventhez közeledve ezekben a várakozás, az elcsendesülés pillanataiban ez egy olyan gondolat, amit megfogadhatunk bízvást. Nos, hát azt azért tudjuk önről, hiszen már beszéltünk róla, hogy egy esztendeig élt Mongóliában, amikor meghívást kapott Istentől, argentin börtönökben nyújtott segítséget, megjárta az El Camino-t. Azt hiszem, hogy ez már önmagában is jelzi, hogy ha valaki komolyan veszi az elhívást, akkor mi mindent kell előtte tennie, hogy bizonyítsa önmagának is az elhivatottságát. Igen, és egy picit belehelyezve a mai közegben, nem feltétlenül az aktuál politikában, de a mai értelmezési tartományunkban azt gondolom, hogy az emberek nagyon sokszor arra gondolnak, hogy ha én vagyok erősebb, ha én ütök először, ha én mondom először, ha én mondom hangosabban, akkor nekem van igazam. És nagyon sokszor a másik oldalról az igazságot úgy képviseljük, vagy lehet, vagy kell képviselnünk, hogy nem az erőszak, nem az agresszió, nem a majd én vissza, viszont megmutatom, hogy milyen aktív vagyok, állásponton vagyunk, hanem kaptunk egy olyan hagyatékot a mesterünktől, Jézus Krisztustól, aki nem azonnal és nem ott akart mindent lerendezni, és megengedhette magának azt a luxust, hogy a legnagyobb próbák és nehézségek között is békességgel várta azt, hogy lesz egy olyan kimenete majd, amikor megfordulnak események, dolgok. És ezt tapasztaltam a világ sok részén, nyilvánvaló, hogy nem voltam én mindenütt, de ahol voltam, ezt tapasztaltam, hogy az agresszióra, a nehézségekre, a problémákra, az erődemonstrációra fel vannak készülve az emberek, és az arra adott válaszra is, hogy hasonló választ adunk, erre is fel vannak készülve az emberek. Arra viszont nincsenek, és sokszor ez a megdöbbentő, amikor abban a helyzetben is tud szeretni az ember, vagy akar szeretni, amikor mondjuk emberi síkon nem kiérdemelt egy szeretett válasz. Nehéz megtanulni szeretni, nyilvánvaló. Hogyan tudnak önök segíteni a Széchenyi úton adott esetben, a köznapokon ezen? Hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy számtalan köznapi emberi probléma gyötri a mindennapok súlyát, kell, hogy viselje az ember fia. És egy kiutat kell, hogy lásson, és ebben azt hiszem óriási szerepe van önöknek. Én amit a saját életemben, meg a közösségemben tapasztalok, szeretni igazából azt tud, akinek van egy stabil háttere. Stabil háttér nélkül nehezen megy, és meg is fordítanám. Ha valaki nem tud szeretni, lehet, hogy a kapcsolati hátterét kellene építeni jobban. Nagyon sokszor olyan szeretett tankokat nem kaptunk meg, szeretett egységeket gyermekkorunkban, fiatalkorunkban, ami lehet, hogy nem rajtunk múlott, és ezért féltjük kiadni a szeretetünket, nagyon lekorlátozzuk, hogy kik felé nyújtjuk ezt. Abban a pillanatban, amikor akár egy Istennel való kapcsolatban, akár a társadalomban, vagy egy szűkebb környezetben, a gyülekezetünkkel jó kapcsolatunk van, itt kimerjük és ki lehet próbálni a szeretet adását. És arra jövünk rá, hogy ez nem csak a mi közösségünkben működik, hanem azok felé is, akik egyáltalán nem tartoznak közénk, vagy egyszerűen csak időszakosan bejönnek, mert nagy nehézségbe kerül az életük. Aztán az ember tanulja a szeretetet. Alapvetően épp idefelé azon gondolkoztam, hogy a legegyszerűbb szeretet az anyai szeretet, nincsenek határai, de nem mindenki édesanya, és nem mindenki a gyermeke felé kell, hogy irányítsa ezt a szeretetet. És amikor én azt megértettem, hogy az Istennek az elfogadása, és ez egymásnak a alapvető elfogadása nagyon-nagyon megnöveli bennem azt az értéket, azt a lehetőséget, hogy merjek szeretni olyanokat is, akiknek most egyelőre megelőlegezem a szeretetet. Egy kicsit a pénzvilágára lefordítva, aznak az embernek, akinek van tartaléka, tudom, hogy nem mindjárt így gondolkozunk, de akinek van tartaléka, az bátrabban mer adni. És akinek nincs tartalékja, az még azt is félti, amilyen van.
és így látom a szeretetet is, ha van tartalékunk, ha egymás között jók a kapcsolatok. Ez nem azt jelenti, hogy mindig tökéletes, ahol 200-300 ember szinte heti szinten, vagy majdnem napi szinten együtt van, elengedhetetlen surlódások ne legyenek. Igen, hát somjósan szeretni, mint medve a téli álmot, vagy mint éjszakai lepke a lángot. Ilyen Igen. is van, olyan is van. Igen. Ha szeretetről beszélünk, akkor ezt kell kommunikálni is. Igen. Júniusban volt egy előadássorozat részlet, ugye a címe önöknél, hogyan kommunikál Isten. Igen. De mielőtt erről beszélgetnénk, hogyan kommunikáljuk mi a szeretetet? Hiszen ez korán sem mindegy. Kimutatjuk-e értő módon, tisztességgel, bensőségesen? Mindenki azon a nyelven ért legjobban, ahol a legkönnyebben tud kommunikálni, és fordítva is, ahol az ember tud kommunikálni azon a nyelven, megtalálja azokat az embereket, akik ugyanezen a nyelven értenek. Van, akinél egyszerűen néhány szó, van, akinél a lelkiség, hogy egy kicsit megosztom azt, hogy mit tanultam Istentől, mondjuk ezen a reggelen, mivel bátorított engem Isten igéje. A másoknak csak egy mosoly, csak egy fejbiccentés, hogy minden rendben lesz. Vannak olyan helyzetek, amikor szinte fölöslegesek a szavak, mert szavakkal nem megoldható egy helyzet. Amikor például a veszteség ér valakit egy válás után, egy gyászban, egy gyermeket, amikor valaki eltemet, én azt gondolom, hogy a kommunikációnak a legjobb forma ilyenkor csak átölelni és mélyen hallgatni. Nem azért, mert szégyeljük ezt a helyzetet, hanem azért, mert tudjuk, hogy nincsenek szavak, de szeretetünk van. Ha nem tudjuk másba belecsomagolni a szeretetünket, ha nem tudjuk másként átadni, akkor legalább egy üleléssel érdemes ezt kifejezni. Nos, akkor megérkeztünk a másik kérdéshez. Hogyan kommunikál Isten? Hiszen ez ebben a felgyorsult világban ez nagyon is jogos kérdés. Nem tudom, hogy önök az előadás sorozat keretében mire jutottak, de én nagyon kíváncsi vagyok így az esztendő végetáján, hogy a mindennapokkal küzdő ember miként gondolkodik erről, és miként gondolkodik az a valaki, akit megbíztak, hogy tanítson bennünket. Igen, sokkal kevesebbet merünk gondolni az Isten kommunikációjáról. Megmerem kockáztatni, hogy némelyek nem is merik gondolni, vagy feltételezni, hogy az Isten kommunikál, hiszen beletették őt egy olyan helyzetbe, olyan státuszba, ami majd egyszer egyetlen egy napig lesz rá jellemző, mégpedig az ítélő bírónak a széke, amikor felállítatik. Gyakorlatilag most az atyai szeretetét szeretni az Isten megértetni velünk. És erre az én eddigi megértésem szerint alapvetően három területet használ. Az egyik, hogy az ő szavát írásba adta, amit nem változtat meg. Egy élet sem elég ahhoz, hogy megértsük a saját életünket. Milyen jó, amikor valaki elmond egy életbölcsességet. Milyen jó, amikor valaki kiemel egy dolgot, hogy figyelj, én is átmentem ezen, és te is átfogsz, és ezek lesznek a fázisa, és előre terelget engem a saját utamon. Na most ezt Isten megtette az ő igéjében. Tehát ez egyik a legfontosabb kommunikációs csatornája az Istennek. A másik, hogy ezt megerősíti a Szentléleknek a jelenlétével. De a harmadik, itt jövünk talán mi egyszerű emberek képbe, amikor megpróbáljuk ezt hétköznapi nyelvre fordítani, hogy ha valaki elesik, akkor nem az átlagos szemlélettel figyeljük őt, és önmagunktól elhessegetjük a kérdést, és azt mondjuk, hogy biztos ő tehet róla, biztos megvan az oka, és találunk egy olyan kibúvót, amiért ne segíthetnénk. Nyilván nem azt jelenti, hogy mindig minden embernek tudunk segíteni. De abban a problémában, amiben van az ember, abban, ha segítséget kap, azt gondolom, hogy nyitott csatornák vannak. Beszél is erről, tanít erről Jézus. Ha valaki éhes, akkor ne az igét hirdessétek a feje fölött. És fordítva, ha valaki az igére éhes, akkor ne szociálisan akarjak neki segíteni. Ezt tanulni kell, tanulnunk kell ennek a határait, hogy hol van, de szeretnénk úgy kommunikálni Istent, hogy egyrészt ne álljuk el őt, de ne is legyünk gyávák, hogy ne merjünk megszólítani embereket, és csak feltenni azt a kérdést, hogy mire van szükséged. Én nagyon sokszor egyszerűen kávézok emberekkel, mert ezen a szinten van szükségük egy bátorításra. Van, akivel imádkozom, mert arra van szüksége. Van, akivel mélyebb lelki beszélgetéseim vannak, mert arra van szüksége.
és a gyülekezetünkben jellemző, hogy igyekszünk a kipróbált és hitben erősebb embereket, férfiakat, nőket erre bátorítani, hogy ti is tegyétek limitált módon, de tegyétek, figyeljetek oda az embertársaitokra. Hát igen, Martin Luther Kinget kell, hogy idézzem, hiszen összevág azzal, amit most mondott nekünk. Ha nem tesz nagy dolgokat, tégy apró dolgokat nagyszerű módon. Egy gyönyörűséges mondat, mint minden mondat, amit megjegyeztünk. Tehát ez egy veretes mondat. Apró dolgokból áll össze az egész továbbra is. Vagy azért merjünk nagyot álmodni, nagy gondolatokat, és próbáljuk megvalósítani. Melyik a helyes út? Az a kettő együtt. Nagy álmok nélkül minden nap azt fogjuk mondani, hogy hát ma nem érdemes kimennem, nem érdemes tennem dolgokat, csak a megszokott sémáimat járom be, mert az biztos is. A nagy álmok viszont minden nagy álom gyakorlatilag az apró, pici lépésekkel valósul meg, és lehet, hogy amikor összeáll valami, akkor fogom az egész képet meglátni, és akkor meglátom, hogy ez egy hatalmas dolog volt, de ezt napi szinten kellett megharcolnom. Ugye klasszikusan kicsit elcsépeltem, minden hosszú út az első lépéssel kezdődik. Nálam nagyon sokszor csupán annyi, hogy mivel én is emberből vagyok, mondjuk a kényelememről kell lemondani, vagy eldöntöm, hogy ma szeretnék valamit tenni. És ezen a héten érdekes, hogy volt egy olyan gondolatom, hogy ma szeretnék, ha szolgáltatásban valaki szolgál felém, egy ruhatisztítónál, egy kávézóba, stb., hogy szeretném kifejezni a szeretetemet egy kicsit nagyobb borravalóval. Ami nem azt jelenti, hogy én mindig nagy borravalós vagyok, de most ez volt a döntésem, és érdekes, hogy amire eljutottam, ez egy borzasztó pici döntés, de már ketten jól jártunk. Én is, mert örültem, hogy láttam a csillogó szemét, és az a köszönöm valóságos köszönöm volt, amikor megérzett valamit a szeretetemből. A másik dolog pedig, hogy az ő élete is egy picit felmelegszik. Nyilvánvaló, hogy borravalóval nem lehet minden embert állandóan melegíteni. De nagyon sokszor, hogyha figyel az ember, hogy az az ember milyen helyzetben van, egy picit belehelyezkedünk a bőrébe, lehet, hogy azzal a néhány tízezer forinttal nem sokra menne karácsonykor, de ha segítek neki. De egyébként is, mivel ő felém szolgál, és én vagyok a kedvezményezett oldalon, miért ne tehetném meg azt, hogy jelzés értékkel jelzem, hogy szeretlek, értékelem a dolgodat, és nem muszáj szolgáltatónak lennünk. Lehet, hogy ez egy nagyon egyszerű nénike az utcánkba. Egy-egy ráköszönés, egy kedves sokat szó, segít, sokat segíthet, csodákra képes. És ez nem talmi álságos dolog. Nem. Mint az sem, amikor arról beszélünk, hogy az egyszerűség, a türelem és az együttérzés így együtt, vagy akár külön-külön is milyen sokat jelent, és nem csak ebben az adventi időszakban. Vegyük sorba, fontos-e egyszerűnek maradnunk, amikor nincs más út? Kell-e törekednünk rá? Én 4 éve tanulom ezt intenzíven, nem mintha előtte nem lett volna fontos, de 4 éve előtt kaptam egy gondolatot, hiszem, hogy a megbízomtól, Istentől, ez 2 szóban áll, őszinteség és egyszerűség. Ha őszinte merek lenni, akkor tudok egyszerű lenni, viszont az egyszerűségben is sokkal könnyebb őszintének lenni. Ez 2 egymást támogató dolog. Ma, amikor az emberek úgy élik az életét, hogy vajon amit ott látok bizonyos felületeken, bizonyos helyzetekben, bizonyos körülmények között, vajon az a szívének az állapotát tükrözi, vagy szeretne valamit mutatni, amit még nem ért el, vagy soha nem fogja elérni, kifelé mutatja, mert más is ezt mutatja. Én ekkor szoktam azt mondani, hogy egyszerűbb őszintének lenni, és a kommunikációnkban is elmondani, hogy amire te gondolsz, aki én vagyok, az nem egyezik azzal, aki valójában vagyok, vagy fordítva. Ha te sokkal kevesebbnek gondolsz engem, akkor hagyok időt arra, hogy megismerd. Nem kérem ki magamnak, mert miért, de előbb-utóbb meg fogod látni, ha elő közel vagy hozzám, akkor meg fogod látni, hogy nem azon a szintén vagyok, ahol te látsz, akár lent, akár fönt, hanem merek őszinte lenni, és merem kimutatni azt, hogy mi van bennem, hibáimmal és nehézségeimmel együtt is, vagy lehet, hogy bennem is, persze ezt nem látjuk ilyen világosan, de lehet, hogy bennünk is vannak olyan
tulajdonságok, amik az elviselhetőségnek, vagy az elviselhetetlenségnek a határán van, de például ezekben az őszinteségben nagyon sokszor viszont kapok olyan ajándékokat, amikor megérzik, hogy te Lajos, nem tudom, hogy rá felfigyeltél, de ebben a helyzetben így és így viselkedsz. Ugye egy lelkésznek kevesen szokták, vagy merik ezt megmondani, de akik igazán őszintén, akikkel igazán egyszerű, mély módon együtt vagyunk, azoktól kapok sokszor ilyen visszajelzést, és ezek attól függetlenül, hogy érzelmileg hogy érintenek akkor és ott, ettől függetlenül hatalmas kincsek, mert tudom, hogy azon a területen akkor dolgoznom kell az életemben. Mert hogy az egyszerű nem szitok szó, nem. Bármilyen sokan is gondolják. Nem. Akkor mi Lajosok ebben is egyetértünk. No, türelem. A türelmet hosszú tűréssel tanuljuk, ami megint egy egyszerű megfogalmazás. Mind a két szó, a szó összetételnek mind a két tagján ott van a hangsúly, a hosszú és a tűrés. Hosszan szeretjük fenntartani azokat az állapotokat, amik kellemesek. Nyilván az mindig igyekszünk lerövidíteni a kellemetlen pillanatokat, nehézséget, fájdalmakat. Viszont amikor úgy vagyunk benne a hosszú tűrésben, hogy igazából nem mi okoztuk a helyzetet, de mégis mi is részesei vagyunk, ne talán szenvedő részesként élünk meg egy-egy pillanatot, és tényleg igazán csak egy módunk lenne, hogy bosszankodunk azon, hogy de miért történik ez velem, akkor gondoljunk végig egy gondolatot, hogy lehet, hogy most irattak be engem a hosszú törésnek az iskolájába? Én most egy olyan különleges helyzetben vagyok egy pár hete, hogy az egyik barátomat kísérem végig egy nagyon nehéz időszakon. Ő valószínűleg már nem sokat lesz közöttünk. Én sokszor éjszakákat vagyok bent vele, mert ezt tudom fölajánlani, és először azt gondoltam 3 óra után, hogy ennek az éjszakának sose lesz vége. Aztán megfordítottam magam, hogy hogyan tudok ilyen hosszan tűrni. Úgyhogy megpróbálom megfordítani a dolgot. Ha amennyiben az én barátom x idő múlva nem lenne itt, és most abból az időből visszagondolnék, akkor azt mondanám, hogy kár volt türelmetlenkedni. És megértettem egy nagyszerű üzenetet, egy egyszerű, de mély üzenetet, hogy minden egyes perc ezzel a barátommal most ajándék. És innentől kezdve az éjszakáim, azt nem mondom, hogy elrepültek, de egyáltalán nem ragadtam be a Mikor lesz már itt a hajnal című novellába, hanem megértettem, hogy ez az idő másról szól. A hosszú tűrésem viszont elveszett sokszor olyan mély beszélgetésekig, amit lehet, hogy a nappali világosan talán soha nem tettünk volna meg. Tanulságos, amit mond. Nos, és akkor következik a békés élet harmadik pillére, az együttérzés. Hajlamosak vagyunk elfelejteni ezt is, pedig nagyon fontos pillér. Különösen nekünk férfiaknak azt gondolom, hogy oda kell, vagy kellene figyelnünk az együttérzésre. Megmondom őszintén, nekem 4 gyermekem van, 2 fiú, 2 lány, a lányaim tanítottak a legtöbbet az együttérzésre. Egyáltalán látni, hogy másképp gondolkozik, máshogy van összerakva, mások a problémái. És amikor egy-egy problémában azt mondja az ember, hogy de figyelj, mi nem csinálod így, és csípőből mond egy választ, és azt mondja a lányom, hogy köszönöm, apa, de most nem a tanácsodra van szüksége, hanem az együttérzésedre. Na, ezek a mondatok, amikor megérti az ember, hogy meg kell tanulnom, hogy talán úgy legegyszerűbb módon együtt érezni, úgy lehet, hogy a legközelebb megyek hozzá, szó szerint odaülök mellé, ha lehet. Néha gondolatban, néha egy e-mailen keresztül, néha csak időt fordítok rá, de odaülök mellé, és megpróbálom megérezni, hogy ő mit érezhet. Nyilván az én érzelemvilágom, vagy általában a férfiak érzelemvilága sokkal szűrtebb, és nem annyira érzékeny, mint a hölgyeké, de nekünk is meg kell tanulnunk azt, hogy megérteni. A téli időszakban én néha megtörténik, hogy leülök egy-egy hajléktalan mellé. Egyszerűen csak azért teszem, mert nekem fogalmam sincs arról, hogy mit jelent kindideregni egy egész éjszakát. De amikor ott ülök egy 20 percet, akkor egy picit, egy nagyon picit, egy hajszálnyit megértem azt, hogy mit él át ő. És lehet, hogy a gondolkodásom is egy picit formálódik. És a következő gondolatom nem az, hogy vajon ő miért lehet itt, hanem ha ő itt van, akkor miben tudok segíteni.
milyen egyszerű az együttérzés, vámlám. Nem beszéltük meg, és mégis itt a beszélgetésünk végén egy Vas Albert idézetet hoztam, erre utalva, amit mondott az imént, hogy zimánkos fenyvesekből előoson a téli szürkület, unnyosztóházak ködrongyokba bújva, koldusszatyorban gondot gyűjtenek. Nos, ha ezt a három pillért megtartjuk, amit az imént mondott, akkor abban a koldusszatyorban nem csak gond lesz, mondom én. Ennek tükrében milyen gondolatokkal búcsúzna az esztendőtől, és mit kívánna a székesfehérváriaknak, vagy általában azoknak az embertársainak, akik igenis rászorulnak a jó szóra? Először is hadd kívánjak sok erőt és békés karácsonyt azoknak, akik azok felé szolgálnak, munkatársaim, kollégáim, lelkésztársaim, papbarátaim különböző egyházakban. Azért sürgülődünk, forgolódunk, különösen az évnek ebben a szakában, hogy áttessék Krisztus rajtunk keresztül. Szeretnék nekik először áldott békés karácsonyt kívánni, és azt kívánom, hogy soha semmilyen körülményben ne adják fel a Krisztus képviseletét. Ugyanígy szeretném nagyon nagyra értékelni azokat a szociális munkásokat, akik a környezetünkben foglalkoznak azokkal, akikkel lehet, hogy még nekünk sincs ennyi időnk és ennyi energiánk, odafigyelnek rájuk. És akik viszont nehézségben, érzelmi, anyagi nehézségben vannak, hadd bátorítsam őket arra, hogy lehet, hogy itt az ideje, hogy megszólítsák ismerve, ismeretlenül is egyrészt Istent, másrészt merjenek bemenni a templomokba, merjenek bemenni a gyülekezetekbe, és bíznák az Istenre azt a csodát, amit csak ő tud megtenni, hogy megszólít, akár a legnagyobb ínségünkben is. Köszönöm, hogy megtisztelt. Köszönöm. Békés ünnepeket kívánok, boldog új esztendőt. Lesz dolguk bőven, ne legyenek illúzióink. Köszönöm szépen. Én köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, ünnepi beszélgetéseink sorában Révész Lajos baptista lelkész volt a vendégem. Maradjanak továbbra is velünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra. Viszont.